ismét. Sziasztok! Ezúttal egy sorozatról, ugye volt már egyszer az aranyéletről, csináltam egy ilyen kis kedvcsinálót, hát amit úgy tudtam, elmondtam róla, vagy ami úgy eszembe jutott. Ezúttal a Narcosról szeretnék beszélni nektek. Ez egy Netflixes sorozat, spanyol, illetve kolumbiai és amerikai koprodukció igazából. A főszereplője Pablo Escobar, mármint nem a színésznek a neve. Húha, valami pótló van, villamos nem jár. Na mindegy, és Pablo Escobarról mit kell tudni? Kolumbiai drogbáró volt a 80-as évek közepétől a 90-es évek elejéig. Hát azért nem egy komoly karrier, vagy nem egy hosszú karrier, de annál tartalmasabb. Ő egy piti tolvaj volt, ez a sorozatban is így kiderül. Az elején piti tolvaj volt, utána elkezdte egyre inkább, tehát egyre jobban kezdett ebbe belemélyedni, és akkor utána elkezdett lopott videókkal, műszaki cuccokkal, műszaki cikkekkel kereskedni, és észrevette, hogy mekkora biznisz van a kábítószerben. Akkor kezdett el Amerikában is elterjedni nagyon a kokain, Miami, New York, főleg Miami akkoriban, és ő ezt tökéletesen felfedezte, hogy ebben mekkora pénz van, és elkezdte, de már rögtön nagyba kezdte el csinálni a dolgot, olyannyira, hogy de tényleg napi szinten több száz kilogramm kokain ment be az USA-ba, és megtehette azt is, hogy ugye a rendőrség, hát a rendőrség az rászállt az elején, még nem konkrétan rá, mert nehezen rakták össze a képet, Jézusom, de megijedtem. Nehezen rakták össze a képet az elején viszonylag, és mire rájöttek, hogy Escobar, ha az egész, áll az egész mögött, addigra ő már majdnem politikus lett. És azt is megtehette, hogy behozott kb. 150 kilót, azt úgy a rendőrségnek le is passzolta. Tehát ez egy ilyen csali volt, úgy, hogy közben egy másik ágon behozott 800 kilót. Elképesztő. Tehát azt a 150 kiló kokaint, azt ő ilyen, ez ilyen feláldozható volt neki. A 80-as évek vége fele már napi szinten több millió dollárt keresett ezzel. Akkoriban ő a világ, nem is tudom, top 100 leggazdagabb emberében benne volt. Persze nem hivatalosan, de hát ez elképesztő. És hogy mennyire nyíltan játszotta ezt a dolgot, tehát pont nem érdekelte őt, hogy az USA, tehát a CIA-tól kezdve az FBI-on át a DEA, ugye a drogügyi csoport, már mindenki rászállt, és olyannyira nem érdekelte, hogy amikor nemzetközi körözés, nemzetközi elfogadó parancs volt kiadva rá a fejére, lazán fényképezkedett a fiával a Fehérház előtt. Rendesen az USA-ba járkált akkor, amikor az egész Egyesült Államok, az Egyesült Államok összes hatósága őt kergette. Ő az USA-ba járt. Meg lehet, ugye Európában is rengetegszer volt állítólag ő Németországban, Párizsban. Jó van, elég szép, hogy már csávó halad így a szemöldökét simogatja. Ez de gáz. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház. Fontos. És ugye egyre inkább, már kezdett azért szorulni a burok. És hogy ezt egy kicsit enyhítse, gyakorlatilag alkút kötött az mindenki jön fel a izére a járda szigetre, mert nem tud eljönni a mentőautó. Hát igen, ez ilyenkor. És amikor már nagyon szorult a burok, akkor azt csinálta, hogy egyességet kötött a kolumbiai kormánnyal, hogy börtönbe vonul, de a... hogy volt? Ja, hogy hogy börtönbe vonul igazából. Ja, és csak lopás miatt
Ja, azt hiszem csak lopás miatt... lopás volt? Hú, már nem emlékszem. De hogy nagyjából ejtik a vádakat, tehát egy csomó vádat ejtenek, amire konkrétan van bizonyíték, ami miatt úgymond lesítelik. És építettet magának egy börtönt, nem messze amúgy a szülővárosától, egy luxus börtönt gyakorlatilag, ahol az embereivel élt. És semmi, tehát nyugodt, tehát hogy bárki járhatott be hozzá, ugyanúgy intézte az ügyleteit. Állítólag egyébként Maradona is járt nála, mert imádta a focit Escobar, volt saját foci csapata is, az Atletico Nacional volt az övé. És imádta a futballt, és állandóan futballisták jártak be hozzá, és mondom, állítólag Maradona is járt, úgyhogy nem tudta, hogy ő hova megy. Csak ajánlott valaki egyszer neki egy kurva nagy pénzösszeget, hogy el kéne menni, mert van valaki, akit szeretne vele találkozni. Jó, rendben. Akkor kezdett neki furcsa lenni a sztori, amikor gyakorlatilag zsákot húztak a fejére, hogy ne lássa, hogy hova viszik. Hát akkor egy kicsit parázott, de mondták, nyugtatgatták folyamatosan, hogy nem kell fosni, don't fos, meg ilyenek. És akkor állítólag ő találkozott a Escobarral. Aztán, ha mindegy, utána ugye rengeteg fenyegetést kapott így is, meg próbálták nagyon így a hatalmát, mivel ő börtönben volt, tehát kimenni nem mehetett ki, állítólag azért kint nem járt, annyira nem volt bátor, de próbálták gyengíteni az ő hatalmát, ugye a vetélytársai vagy korábbi üzleti partnerei próbálták kigolyózni a bizniszből. És akkor a kolumbiai kormány azt mondta, hogy nem biztonságos az a börtön, ezért át akarják szállítani egy másikba. Na hát Pablo Escobar ezt nem vette be, ezért inkább megszökött. Egy hatalmas tűzpárbaj volt, aminek a folyamán ő sikeresen megszökött. Na onnantól kezdve bujkált folyamatosan. 2-3 hetente váltogatta a lakhelyét, csak mert rengeteg háza volt. És 2-3 hetente váltogatta a lakhelyét, csak hogy ne legyen úgy feltűnő senkinek. Tehát amikor már úgy kezdték ott a környéken úgy szimatolgatni, akkor ő mindig tovább állt egy másik helyre. Aztán, hogy igazából mi volt a fő probléma, mert ettől függetlenül ezeket a merényleteket, ahogyan meg az a kolumbiai kormány is, őt üldözte meg minden, ezekkel ő nem állt le, és összefogtak ellene. Folyamatosan, gyakorlatilag úgy jutottak el Escobarhoz, hogy az embereit nyírták ki, vagy kapták el a rendőrök. Igazából ez volt, de úgy feldobni nem dobta fel őt nagyon senki. Egy elkapott telefonbeszélgetés, amikor a fiával beszélt telefonon, állítólag az buktatta őt le, ott tudták bemérni a hívását, és végül azt hiszem Medellín városában egy háztetőn végezte a menekülés közben. De hogy milyen ember is volt, ugye őt a név gyermeke volt gyakorlatilag, ahol felnőtt negyedben, Medellínben, Medellín városában, ott ő például hatalmas lakónegyedeket épített. Támogatta a futballt a saját pénzéből, hát jó, valószínűleg azért itt a tisztára mosásról volt szó, hogy tisztára mossa a lóvét, ez lehetett a dolognak a lényege. Aztán, igazából erről szól, ez egyelőre egy két évados sorozat, de ugye nem Pablo Escobar a címszereplő, tehát a címben nem ő van, hanem az, hogy Narcos, és azt annyit elárulok, hogy a második évad végén a harmadik évadban már nem lesz benne, akkor így mondom, hogy értsétek. De állítólag ez belőle a harmadik évad, hiszen a 90-es években azzal, hogy Escobart megölték, attól még a drogbiznisz nem állt le, csak más vette át az ő helyét, akik nagyjából azóta is nyomulnak, úgyhogy lesz még ennek a sorozatnak folytatása. Érdemes megnézni egyébként, mert nagyon, állítólag nagyon valósághülye mutatja be. Pablo Escobarnak van két gyereke, és hát már nevet változtattak
nevet változtattak meg, már nem is Kolumbiában élnek, mert már annó elhagyták az országot, amikor Pablónak nyek lett. És a fia nyilatkozta azt, hogy gyakorlatilag túlzottan is valósághű a sorozat. Nagyon valósághű mutatja be az édesapját. A színész, aki Pablo Escobart játsz, az egy brazil színész. Walter Moura, azt hiszem. Szerintem így hívják. Ha egymás mellé tesz egy Pablo Escobar képet és az ő képét, kísérteties a hasonlóság, és egy nagyon tehetséges színész. Beszélhet akkor így ezáltal ugye spanyolul, portugálul, és angol is nagyon jól beszél egyébként. Viszont ő már akkor ugye a harmadik évadban sajnos nem lesz benne. Érdemes megnézni, mert izgalmas tényleg olyan, hogy már várod a következő részt, és hiába, én már tudtam az elején, hogy mi lesz a vége, de rengeteg részletet egyébként nem ismertem. Én nagyon szeretem az életrajzi filmeket, sorozatokat, és éppen ezért tetszett nekem, rengeteg részletet nem ismertem. Utána volt egy csomó dolog, aminek jobban utána is néztem ezáltal, hogy az tényleg így volt, vagy hogy volt. Hát nyilván azért, mivel egy sorozatról van szó, ezért vannak olyan részek benne, részletek, amikhez hozzátettek. Tehát neveket cseréltek, tehát hogy nem így hívták a valóságban, valójában ő nem halt meg ilyenek, csak hogy kicsit izgalmasabb legyen volt. Tehát ennek azért utána néztem. Úgyhogy nézzétek meg, Narcos, Netflixes sorozat, egyéb helyekről is be lehet szerezni nyilvánvaló. Magyar felirattal a Netflixen még nincsen, de ez is egy érdekes dolog, hogy például múltkor néztem a Netflixen gyakorlatilag Magyarországról román felirattal minden elérhető. Magyar meg csak néhányhoz van. Ezen egy kicsit lehetne már változtatni. Innen üzenném a Netflixnek, illetve akik a Netflixnek dolgoznak, fordítók, egyetemisták. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek a sorozatot, a videómat, Narcos nézzétek, és nekem megiratkozzatok fel, vagy az én csatornámra meg iratkozzatok fel, értitek? Na, köszi, hello!